A vendégcsapat egy győztes meccs, a Kaposvár pedig egy súlyos vereség után vágott neki a találkozónak, amelynek első negyedét 24-21-re nyerte a hazai együttes. A második 10 percben is kiegyenlített volt a játék, a Nyíregyháza vezetést is átvette, de a nagy szünetre 5 pontos előnnyel vonulhatott le a házigazda. A harmadik negyedben a Kaposvár ellépett ellenfelétől, és bár a záró 10 perc 4 ponttal a vendégek élet, 11 pontos somogyi sikerrel zárult a találkozó. Szomorú és mérges vagyok, mert úgy gondolom, hogy győzelmi esélyünk volt, és csak önmagunkat okolhatjuk azért, hogy nem nyertük meg ezt a találkozót. Egy ilyen mérkőzést meg kell tudni nyerni. Nem lehet fegyelmezetlenül játszani, nem lehet félhittel, bátorság nélkül kosárlabdázni. Ide bátor és merész emberekre van szükség. Felháborítónak tartom, hogy nem gondoljuk végig, hogy milyen játékokkal tudunk előnyt csinálni önmagunknak, milyen szituációkat kell kialakítani ahhoz, hogy mi legyünk az erősebbek, és mi legyünk a kedvezőbb helyzetben. Úgy gondolom, hogy ezen mindenképpen változtatnunk kell. Az pedig, hogy lepatronó harcban egyértelműen kikapunk, az megengedhetetlen. A forduló további eredményei: Körmend Albafehérvár 77-76, Kecskemét Szeged 81-75, Pécs atomerőműese 74-85, Szolnok Sopron 88-73, Jászberény Szombathely 99-91 és Zalaegerszeg Mavsz 87-92. A Marsó Nyíregyháza a harmadik fordulóban a Pécs csapatát fogadja. A Pécs az legutolsó bajnokságban is 8 között volt, de ennek ellenére akkor is hazai pályán nem engedhetünk meg más eredményt, nekünk nyernünk kell. Talán egy kis fejmosás fog most következni, és bízom benne, hogy a fiúk felébrednek, és átgondolják ezt az egészet, és nem ugyanolyan játékot fognak majd látni a BEM József Általános Iskola sportcsarnokába kilátogató közönség. A Marsó Nyíregyháza Pécs találkozó szombaton 16 órakor kezdődik a BEM iskola csarnokában, a Kölcsé televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják a mérkőzést.